Köszöntöm kedves nézőinket! Ez még mindig az a műsor, amit tulajdonképpen múltkor úgy kezdtünk el, hogy őseink hagyatéka és Tóth Tibor helyett én voltam a képernyőn, de pillanatok alatt kiderült, hogy ez csak egy átmeneti állapot, mert Tibor itt ül mellettem a stúdióban. És a 150. jubileumi adás kapcsán, ez most már a 151. 2. hogy folytatjuk azt az oldalát a dolognak, hogy ki is Tóth Tibor, hogy ismerje meg a közönség őt, akit a műsorból is nagyon jól ismernek már, nyilván nagyon sokan, akik már a keze alatt voltak és sokat tudnak róla, de valójában emberileg még talán sok minden olyan dolog van, amit ki lehetne belőle varázsolnunk, hogy jobban megismerjük őt. Tehát most folytassuk azzal, múltkor, ha jól emlékszem, odáig jutottunk, hogy mindig a pillanatnak kell, abban a pillanatban kell tudni, hogy mi a teendő, amikor éppen előtted áll a feladat egy gyógyítási folyamatban is akár. De tulajdonképpen az az érdekes számomra, hogy odáig, hogy erre képes legyél felismerni ezt a pillanatot, ehhez rengeteg olyan tapasztalatra van már szükség, amit tulajdonképpen meg kell mondjam a fiatalod korod ellenére, még ki se lehetne talán nézni belőled, de feltételezem, hogy ennek a háttere ez már azokra nagyon régóta folytatott tanulmányaira is támaszkodnak, amelyiket kezdetektől, mint mondtad, párhuzamosan a gyógyítói tevékenységeddel kezdtél. Főleg, amit a őstörténeti dolgokkal és a magyarság történetével kapcsolatosan integráltál bele tulajdonképpen ebbe a mostani foglalkozásodba. Vagy ugye te azt mondják, ez egy varázslatos és sokak számára egzotikusnak tűnő szó, sámán. Igen, vagy tártos. Hogy lesz valaki sámán vagy tártos? Igen, hát ez ilyen, van, aki személyben vitatott, nem vitatott. Már maga a személyem is, hogy én most az vagyok-e, vagy nem vagyok. Tényleg a kettő között van valami distancia, tehát a sámánság és a tártosság az nem ugyanaz. Az nem ugyanaz, igen. Tehát a sámán az a gyűjtő szó. Köztudatban összekeverik. Igen, igen, így van. Tehát a sámán az egy gyűjtő szó. Valójában ez csak észak-szibériai népeknél használták, illetve Tuvában a sámán kifejezést. Köszönhetően az angolnak mindenre, aki eve foglalkozik, azt mondják rá, hogy sámán. Tehát aki a kicsit a túlvilági dolgokkal, ezotériával, szakralitással foglalkozik, hamar rá mondják, hogy sámán, de a magyarságnak és a huntudatú népeknek, hunt-szkíta tudatú népeknek, azonnak ott volt ez a csodálatos ember, aki a táltos. Ez majd nagyon, tehát most darásfészekbe nyúlunk ebből a kérdéssel igazából és a válaszával. Én sok emberre beszélgettem, olyanokkal is, akik ezt ebben nagyon sok év kutató munkáját tették bele, és olyanokkal is, akik elhivatott a lelkesedésből foglalkoznak evel, egyik sem elvetendő számomra. Egy biztos, hogy sok volt. Tehát ma nagyon sokan ezt úgy szeretnék beállítani, hogy csak egy, és vagy csak nagyon kevés, és az nagyon-nagyon a fellegekben járt, és ezt én osztom, hogy szükség van képességekre, de nem feltétlenül kell, hogy különleges képességek, hanem a képességek különleges alkalmazását kell tudni hozzá. Mert nagyon sok ember úgy éli az életét, akár a fakanál mellett, vagy egy esztergapad mellett, hogy sokkal különlegesebb képessége van, mint a legtöbb embernek, de nem alkalmazza, nem használja. Az én gondolatvilágomban a táltos az gyógyító, tanító, pap és a nemzettudat fenntartója. Tehát először is letesz valamit az asztalra. Az én esetemben én igyekszek az embereknek segíteni. Amikor már eredmény születik, akkor hitelessé válik számukra az, amit én mondok. Hát először is csináltam valamit. Tehát igen. Nem csak filozófiákat gyártok, és
és aztán úgy tüntetem föl, hogy akkor ez biztosan így van. Én úgy gondolom, hogy semmi nem biztos. Tehát mindig a rendelkezésünkre álló információk alapján tudunk dönteni vagy döntést hozni, de meg kell hagyni a lehetőségét, hogyha újabb információ jön, akkor ez változhat. Hogy úgy gondolom, hogyha valaki élete végéig ragaszkodik egyféle nézőponthoz, akkor vagy nem jutott több információ, vagy nem volt hajlandó felfogni a többi információt. Ma már nagyon sok leletanyag van arról, hogy igenis sok tátos volt a Kárpát-medencébe. Nyilván voltak kiemelkedőek és kevésbé kiemelkedőek. De például a Melki csatánál Civakodó Henrik, akit egyébként leír a könyvében egy nagyon jó barátunk is. Tehát a Melki csatánál ugye ő több tíz táltost mészárol le Civakodó Henrik és csapata, és azokat az embereket, akik követték ezt a táltos hitet. Amit ugye a mai kereszténység, illetve az akkori kereszténység terjesztője bálványimádásnak titulál. Na most, hogyha csak egy vagy két táltos lehetett volna Magyarországon, az kizárt, hogy mind pont ott Melk határán tartózkodjon a határszélen, tehát biztos, hogy több is volt. Az is biztos, hogy a hétköznapokon élték a hétköznapi életüket, és amikor szükség volt a tudásukra, akkor megvillantották. Volt, aki ezt fölvállalta, tehát abszolút tudatában volt ennek, és akár vezérek mellett, akár törzsfők mellett jelen volt, segített a döntéshozásban, tanácsot adott, szertartásokon részt vett, szertartásokat csinált, és volt, akik a megbúvott áltosok. Egyébként én több ilyen szervezettel is állok kapcsolatba, 7 ilyen szervezet is működik, ennél több is, én 7-tel kapcsolatban vagyok Magyarországon, akikből 4 egyáltalán nincs kapcsolatban, úgymond a külvilágban, és megbúvó tátosokként, vagy rejtező tátosokként élik a világukat. Tulajdonképpen egy remete életet élnek, és akkor hogyan tudnak kapcsolatot tartani a közösséggel? Oda kell abszolút menni közössége, felkeresni? Így van, tehát egy nagyon szűk réteg tudja, hogy ők mivel foglalkoznak és mit csinálnak, és ők nagyon is figyelnek arra, hogy ez ne kerüljön ki a köztudatba. De nem várják el másoktól. Úgyhogy szerintem ez így alakul, és hogy én hogy kerültem ide, vagy hogyan jött ez, tehát engem 2002-ben történt meg nekem sokak által vitatott Kovács András tátos iskolájában a tátossá avatásom. Van, aki ezt elfogadja. Ezen mit vitatnak? Hát, hogy van, aki szerint nem ilyen, meg ő nem is az. Én ott szóval voltam életközelben. Minden szakmában itt is vannak viszályok. És, igen, tehát azt, én nekem keresztbe soha semmilyen más vallású, pedig én nagyon igyekszem a ősi vallásnak a filozófiáját a köztudatba visszahozni, vagy ismertetni az emberekkel, soha senkilyen nem tett keresztbe. Semmilyen politikai, semmilyen kormányzati dolog, akik próbálnak a maguk módján, azok vagy hagyományőrzéssel foglalkoznak, vagy gyógyítással. De hát úgy gondolom, hogy ez minden szakmában van így, tehát... Akkor inkább a konkurenciát látják. Nem is? Igen, azért... bár én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és nem kell, hogy egyformák legyünk, hiszen egy kezemről nőtt ki az öt ujjam, és egyik sem egyforma. Tehát mindegyik más, de hát attól még egy tőről fakad. És úgy gondolom azt, hogyha el tudjuk fogadni, hogy a másik valamit másképp lát, az nem feltétlenül a gyengeségünk, hanem inkább az erősségünk lehet. És tulajdonképpen, ha belegondolok, ugye ma a 21. században élünk, nem sok pozitívumot mondhat sajnos el az utóbbi évtizedekben az ember saját maga századáról, de egy biztos, hogy egyre furcsább kettősség zajlik az emberek tudatában, mert egyrészt van egy hatalmas szkepticizmus mindenféle ilyen ezotérikus és mindenféle, tulajdonképpen mindenféle szellemi kiteljesedéssel szemben. Ugyanakkor meg van egy csomó hiányérzet, ami miatt megkeresik az emberek ezt. Mert rájönnek, hogy ebben a mechanikus modern életben nincsenek kapaszkodók, nincsenek fogódzók, és tulajdonképpen egyfajta
egyfajta reneszánszát is éli akár ez a szakma, nem? Igen, igen. Tehát mindkettő igaz, és még egy kicsit az előbbi kérdéshez, hogy ugye nagyon sokan vannak, akik azt állítják, hogy csak ők tudják, csak az az igaz, vagy nincs is ilyen, vagy van ilyen. Én azt gondolom, hogy én nem találkoztam, és nem is hallottam olyan földi emberről, akinek dolga lenne megítélni, hogy a másik jól csinálja a dolgát, vagy nem. Másik, aki ebben foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy nekünk nem szabad ítélni. Mert ez nem a mi felelősségünk, aki pedig ebben foglalkozik, az nagyon jól ismerheti a karmának, vagy a sorsnak a törvényét, amiben világosan benne van, hogy ha jól csinálom, ha nem. Ha másik csinálja jól, ha nem. Mindenki, amikor eljön az ideje, megkapja élte a jutalmát. Így vagy úgy. És én részemről ezzel ezt a részét, hogy most ki a táltos, vagy sámán, vagy jó, vagy nem, szerintem ez mindenkire rá van bízva, és mindannyian meg fogjuk kapni a magunk jutalmát, vagy ajándékát, vagy büntetését, hogyha úgy van. Egy a lényeg, hogy vállaljuk. A másik, hogy ennek most ugye reneszánsza van, igen. Tehát az emberekben én úgy látom, hogy elindult egy meghasonulás. Az már tisztán látszik, hogy ami eddig volt, ami az új világnak a követelménye, elvárása, azért aki őszintén leül és végignézi az életét, az azért láthatja, hogy ez nem működőképes. Tehát nagyon sok helyen kilóg a lóláb. És itt nincs más út előre, csak hogyha visszanyúlunk az ősök felé. Én úgy gondolom, hogyha megnézzük, hogy amielőtt elborult ez a világ, amiben most élünk, akkor mi volt? És itt sok-sok időt kell visszamennünk, tehát több évszázadot kell visszamennünk, és megtaláljuk a magyarázatot. Amikor a turul vezette a népet. Ugye így is mondják a turult, hogy igazmondó. Tehát én is elkezdtem a sólymászat felé fordulni, mert szeretnék együtt élni a sólyommal, a turullal. Egyrészt, hogy kapjak egy mindennapi útmutatást, és egy mindennapi kontrollt. Mert a sólyom az nem az a madár, nem olyan, mint egy ló, vagy egy kutya, vagy egy macska, ezek sem alábecsülendők, de ők előbb-utóbb az éhség, a kiszolgáltatottság miatt behódolnak az embernek. Nyilvánvalóan attól függ, hogy az ember hogy bánik velük, de ezek tények. A sólyom az nemes. Nem házi állat. Ő nem házi állat, és ő csak akkor fog velem együtt dolgozni, velem együtt működni, hogyha én szellemben, lélekben és fizikai testben megfelelek az ő társának. Abban a pillanatban, hogyha nem vagyok harmóniában, mivel minden nap szabadon engedem, minden röpítésnél, minden alkalommal a döntés nála van. Hogy visszajövök, nem visszajön vissza. Hozzám, vagy pedig nem, mert ő 10 000 éve együtt vadászik, és most is nagyon jól tud egyedül vadászni. És én hiszem azt, hogy újra turul felé kell fordulnunk, illetve azok felé, az ősi motivumok és tanítások felé, és nem csak hétvégén, és nem csak egy dobkör alkalmával, és nem csak amikor olvasok egy könyvet, vagy a Facebookon látok egy hangzatos jelzést, hanem úgy gondolom, hogy a mindennapokban. Tehát mi ezért is élünk a családommal egy tanyán, ahol igyekszünk ellátni magunkat, tehát mondhatom, hogy 75-80%-ban önellátóak vagyunk, még vannak rések, amiket még nem tudtunk megoldani, de folyamatban van, hogy 100%-os önellátás meglegyen, de mi így élünk már 10 éve. Nincs egy olyan gondolat benned, hogy mert én is sokszor gondolok arra, főleg így idősebb időkoromban, hogy vissza természetbe. Ez így nagyon vonzó és szimpatikus gondolat, és valahol én is hajlok erre. De meg lehet ezt tenni? Tehát amikor te onnan kikerülsz és bejössz a budapesti iszonyatos megapolisz mindennapi életébe, nem érzed úgy, hogy ez már egy olyan túlpörgetett világ, ami már nem tud oda visszanyúlni, és nem is képzelhető el, hogy most mindenki Budapestről kiköltözön tanyákra, és ott élje az életét, holott nyilvánvalóan rengeteg pozitívuma, rengeteg olyan hozadéka lenne egy ilyen életváltásnak, ami
valószínűleg sokat számítana. Én nem gondolom, hogy mindenkinek erre van szüksége. Tehát van, aki szerintem nem is tudna ott élni, vagy nagyon nagy kényszer, vagy muszáj kellene hozzá, de akkor elveszíteni a varázsát ez az életmód. Én a egyik tanítómat, Lóki Györgyöt, aki a solymászatra tanít, Magyarország fő solymásza, őt idézném, ő a solyommal kapcsolatban mondja ezt, hogy aki úgy érzi, hogy tud élni a solyom nélkül, az ne solymásszon. Én ugyanezt gondolom, hogy aki úgy érzi, hogy tud élni anélkül, hogy közvetlen kapcsolatban legyen a természettel, napi kapcsolatban, tehát kilépünk az ajtón, és olyan madárfüty van most tavasszal, hogy nem értjük egymás hangját. Ez csoda. Van, akit zavar, tehát van, akinek a bömbölő zene hiányzik, meg a villamosnak a dübörgése metró, annak nagyon jó itt. Tehát nem gondolom, hogy mindenkinek oda kell költözni, és nem gondolom, hogy ez az egyetlen út, ez az én utam. Tehát én úgy érzem, hogy és a családom is, a gyermekemnek, úgy érzem a kisebbik fiamnak, a Tordának, hogy egy nagyon kerek élete van, akkor megy ki az erdőbe, amikor akar, és szerencsére többet választja az erdőt és a kerti munkát, saját kis földterülete van, amit ő művel meg, mert ezt látja. Tehát nem gondolom, hogy mindenképpen csak ez az egy visszavezető út van, sokféle út van. De ha bemegy az iskolába, akkor számítógépet kell kezelni. Igen, tehát tudja, hála Istennek, ezt is tudja kezelni, de amikor kell választani, akkor a kert felé veszi az irányt. Mm-hmm. Tehát megteszi az elvárásoknak megfelelő, én is, az elvárásoknak megfelelő munkát, de aztán jön a szabadon választott idő, amikor hála Istennek a kintlétet, az állatait, saját állatai vannak, a görénytől elkezdve kutya, macska, mindenféléből van neki saját állat, és saját eszközei, szerszámai, mindenből van neki fűrész, ásó, kapa, fejsze, a harmadik bicskáját kapta meg 5 évesen, és nem vágja el a kezét. Csak az emberben néha kétségek ébrednek, amikor arra gondol, hogy a többsége a társadalomnak azért mégiscsak valami különleges, furcsa lényeknek tekinti azokat az embereket, akik ezek elvek szerint a 21. században is visszatérnek erre az életmódra. Valahol a lelkük mélyén talán irigylik is őket, természetesen csak kevesebben vallják be. De anakronisztikusnak érzik. Igen, hát leginkább ugye az ebből a gond, hogy ki kell lépni a kényelmi zónából. Tehát a komfortzónát azt ebben az esetben el kell hagyni, mert ugye mi állatokat is tartunk saját felhasználásra, ők nekik nincs karácsony, nincs wellness hétvége, nincs születésnap, nincs névnap, tehát ők minden nap, mivel a kis herceg, ugye, hogyha megszelídítetted a rókát, akkor felelősséget tartozol érte, itt is ez történik, hogyha állatokat tartunk, felelősséget tartozunk értük, és bizony-bizony ezt nekünk kell gondozni. Más világ, mint hazamenni munkából, és bekapcsolom a tévét, előveszem az újságot, rendelek egy pizzát, itt ilyen nincs. Lehetne így élni, tehát annyira nem vagyunk távol a világtól, de mi nem ezt választottuk. Viszont mindig tudjuk, hogy mit eszünk, mindig tudjuk, hogy mit iszunk. De és akkor azzal is tisztában kell legyetek, hogy ezt hiába próbálnátok egyfajta misszióként terjeszteni a nagy tömegű világban, ezt soha nem tudnátok úgy elterjeszteni, hogy emberek jöjjenek rá, hogy ez az igazi út. Nem, én nem gondolom, hogy ez az egy igazi út. Én úgy gondolom, hogy itt lehet egy kis utat mutatni, vagy legalábbis így, hogyha ezekről beszélek, amit én napi szinten megélek, akkor hitelesen tudok róla nyilatkozni, mert van benne tapasztalatom. Sokkal jobb, mintha csak filozófiákat mondanék, tapasztalat nélkül, mert bárhova el lehet jutni egy filozófiával, igazából nincs ki utána járjon. Nincs ki alátámasztva, így tapasztalatról tudok beszélni, és jókat mosolygok egyébként, amikor filozófiákat hallok, amikor emberek íróasztal mögött döntik el, hogy kell gazdálkodni. Mindig rögtön lehet látni egyébként, hogy semmi köze nincs az élethez annak, amiről beszél. Ha megnézzük a hun tanításokat, tehát a hun harcosokat, a hunokat, a szkítákat, a gyermekeket, már kicsi koruktól a természet és az állatok szeretetére nevelték. Aztán kezdték el a fiúkat harcossá nevelni. Tehát 7 éves korig először megtanulták tisztelni a környezetüket. A mai emberből ez nagyon hiányzik.
Tehát a környezetet egy kizsákmányolható, el nem fogyható energiaforrásként kezeli az ember. Megdöbbenek, amikor látom, hogy felnőtt, jól öltözött emberek dobnak el szemetet az utcán. Tehát egyszerűen városban él, akár előfordult már, hogy diplomás, több diplomás embert láttam, tehát ismertem máshonnan, nem tudta, hogy én egy autóban ülök és látom. És azt láttam, hogy nem tud olyan kulturált szintet elérni, mint egy erdei állat, mert az nem szemetel. És igazából itt jön az, hogy azért tudunk példát mutatni, forrásvizet iszunk, vagy tisztított vizet iszunk, a tanítványaim is városban is elérhető. Tehát tudnak forrásvizet szerezni, ezáltal nem szennyezik a környezetüket, saját maguk készítik a kenyeret. Van időközben gondolkodni, elmélkedni. Keveset néznek tévét, többnyire csak az őseink hagyaték a műsort, vagy valami hasonló jellegű. Akartam mondani, hogy ha ellenük próbálod agitálni, akkor a saját műsorod ellen is próbálod agitálni. Igen, őket. Nincs ilyenről szó, tehát nem agitálom őket ez ellen, saját döntésük, tehát nem függ semmitől, ez egy életmód, de saját maguk jönnek rá, hogyha ugyanannyit beszélgetnek esténként a családjukkal, mint amennyi időt töltenek egy sorozat előtt, akkor megmarad a családi béke. Hogyha ugyanannyi időt fordítanak a főzésre, mint annyiszor elmennek és vesznek egy félkész ételt, és azt tűzön főzik meg, és nem a mikrohullámos ütőben készítik meg, akkor kevesebbszer betegszenek meg. Tehát egészségesebbé, kerekebbé válik az életük. Viszont hogyha egészségesebb valakinek az élete, és nem azon kell gondolkodni, hogy a gyógyszert miből fizetem ki, milyen újabb betegségem van, hol fáj újra, milyen másik társbetegség jött, milyen gyógyszer mellékhatás, akkor van idő más dolgokon gondolkodni. Mondjuk azon, hogy mit tehetünk a nemzetért vagy az országért, mert legtöbb ember sajnos magával van elfoglalva, és elfeledkezik a nemzet testvéreiről. Lassan a végére járunk már a másik műsorunknak is, csak arra gondoltam, hogy azért érdekelne, hogy ugye valaki, akinek az életében az ezotéria egy ilyen kulcskérdés, a szellemi világ egy ilyen kulcskérdés, hogyan viszonyul a mai modern, hát egyik-másik ezer éves vallási kérdésekhez. Tehát a vallásosság kérdésében te hogy állsz? Van-e valami felekezet, amelyik közelebb áll hozzád, vagy pedig egyáltalán olyan mértékben úgy érzed, hogy ez már nem a te világod? Hát most ugye viccesen két felekezet van. Én Gomba és Úri között van az én tanyám, pont félúton. Egyik faluban is van katolikus és református templom, másikban is. Hát ezek egyforma távolságra vannak tőlem. De én értelemben is? Nem. Tehát gyerekkoromban muszáj volt, családi elvárás volt lekonfirmálnom, tehát a család az református vallású, de én nem tartom magam annak. Én nem, miután elkezdtem utána járni ezeknek a vallásoknak és az eredetüknek, én nem tudom elfogadni ezeket. De semmilyen ellenvetésem nincs azokkal, akik ezt vallják, mert ez van. Tehát ezekből lehet nagyjából választani. Persze sok más egyház is van még Magyarországon, tudjuk. Én, ha már hitről vagy meggyőződésről beszélem, én az előtti időszakról mintáznám, hogyha hitről beszélünk az én hitemet, amit egyébként meg is örökítettünk a hun szertérrel, ami Európában egyedülálló. Tehát egy 2600 éves rotunda mintára, körárok rendszerre készítettünk el fa szobrászmesterekkel egy ilyen szer helyet, ahol a Nimródi utat választom. Tehát a Nimródnak a követését. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogadom el Szűz Máriát, vagy Jézus Krisztust, vagy a többi vallást, mindegyiket el tudom fogadni, mindaddig, amíg nem akarják rám kényszeríteni. De amint korábban már említettem a műsorba, ahhoz, hogy egy megfelelő életmintát tudjunk követni, arra az időszakra kell visszamenni, amikor még egy békés, szép, vagy szebb élet volt itt a Kárpát-medencébe, és az bizony nem az az időszak volt, amikor a táltosokat lemészárolták, és aztán elkezdtek beszélni a jézusi szeretetről,
vagy ugye ugyanezt történt Amerikában, tehát 70-100 millió indiánt lemészároltak, és utána elkezdték mondani, hogy milyen is az a jézusi szeretet. Hát ilyen gyakorlat után nekem elég nehéz megmagyarázni azt, hogy aki megölte a rokonságomat, az valójában szeretetet hirdeti. Tehát az én őseim, én úgy gondolom, a hun, szkíta tudatú népek és avar tudatú népek, a ífeszítők népei, azok nap- és tűzimádó népek voltak. Ők a napban akkor tisztelték az Istent, és az ő szent háromságuk, amit én a magaménak vallom, és a családom is, és sok ismerősöm, az az atya, anya és gyermek. Egy olyan isteni családmodul a Szent Háromság, ami mai nap is lekövethető. És ez nem azonos a katolikus tanokkal nyilván, így azzal van. A Szent Háromsággal. Így van, így van. Mégis az felvetődhet egyáltalán, hogy akkor te Isten hívő vagy? Abszolút. Sőt, hogyha nem veszed sértésnek, ki is helyesbítenélek, Isten tudatú. Tehát én annyi példát tudok felsorolni az életemből, ahányszor így a tenyerén hordoz a teremtő öreg Isten, és segíti az életemet, és a családom életét, és a tanítványaimnak az életét, vagy akár a betegeimnek az életét, hogy fizikailag, biológiailag, kémiailag mind megmagyarázhatatlan. Erre nincs más szó, mint a gondviselés. Szép gondolat. Azt hiszem, megint elfogyott az időnk, úgyhogy azt hiszem, nagyon sok olyan dolgot tanultam én is most tőled, mint ilyen, bocsánat, a műsorvezető, amelyiken sokat lehetne még filozofálni, de hát sajnos az idő véges, ezt még egy táltos sem tudja átvarázsolni másképpen, mert az idő az fogy. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy elbeszélgetettem veled. Nekem ez egy nagyon jó és tanulságos beszélgetés volt. Azt már csak remélem, hogy a kedves nézőknek ugyanez volt a benyomása, és hát talán majd egyszer folytatjuk. Én köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmet.